Az Alföldön több tízezer hektár áll belvíz alatt, a csapadékos időjárás miatt tovább nőhet az elöntött területek nagysága. Vásárhely környékén is látható nyomai vannak az elmúlt napok csapadékos időjárásának. Várhatóan egy hét múlva megszűnnek az esőzések, így javulhat a helyzet. A Tiszán ugyan egy levonuló árhullámról számoltak be a szakemberek, de egyelőre nem kell árvízi védekezésre készülni. Az Alsó-Tisza vidékén az elmúlt napok rendkívül csapadékosak voltak. Ennek hatására a kötöttebb talajú területeken felgyorsult a belvízképződés. Csak az Alsó-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság körzetében mintegy 4000 hektárt öntött el eddig a belvíz, ami ráadásul folyamatosan nő. Jellemzően utak és táblaszéli csatornák környezetében áll a víz. A szakemberek 25 szivattyú telepüzemeltetésével védekeznek. Hódmezővásárhely térségében a kötvélyesi szivattyútelep, a györpelési szivattyútelep, ami működik. A keleti rész tekintetében a pusztai szivattyútelep, székeséri szivattyútelep, ami átemelőként végzi a vizek befogadóba juttatását, és hogyha a Maros felé haladunk el, a makói szivattyútelep, ami még az összegyülekezett vizek befogadóba emelését hajtja végre. A meteorológiai jelentések szerint a héten még további esőre számíthatunk, emiatt várhatóan a belvízzel elöntött területek nagysága nő a jövő hét elejéig. Ha később mérséklődne a csapadék, akkor a belvíz helyzet is javulna. A folyamatosan emelkedő hőmérséklet egyébként kedvező lehet, mivel a 10-15 fokos időjárás elősegíti a párolgást. A Tiszán levonó árvíz helyzetről, árhullámról tudni kell azt, hogy a mostani rendelkezésünk álló hétnapos előrejelzések alapján kijelenthető, hogy még árvízi fokozat elrendelésére nem kell számolni. Bízunk abba, hogy a Tisza felső vízgyűjtőin a csapadék utánpótlódás megszűnik, és szépen ütemesen a folyó a normál közép kisvízi tartományba vissza tud húzódni. Ez egyébként a belvíz helyzet javulását fogja eredményezni. Az igazgatóság munkatársaival a megfelelő védelem érdekében 21 helyszínen hajt végre különböző beavatkozásokat. A hatósághoz eddig egyetlen önkormányzattól sem érkezett jelzés helyi belvízvédelmi készültség elrendeléséről.